Ezek részben kapcsolókészülékek, amelyek biztosítják azt, hogy a karbantartásokhoz biztonsággal le tudjuk választani az egyes elemeket a feszültség alatt álló részekről, tehát biztonsággal tudjanak dolgozni a kollégáink. Az újonnan átadott tolnamözsi transformátorállomást mutatja be éppen az E.ON Hungária csoport alállomási vezetője a meghívottaknak. Az elkészült projekt a Dél-Dunántúl legnagyobb zöldmezős áramhálózati beruházása. Alföldi Borús Márka technológiai és ipari minisztérium helyettes államtitkára elmondta, egyre nagyobb teher kerül az áramhálózatokra. A környezet és a klíma védelem mellett nagyon fontos a napjainkban az ellátásbiztonság és az, hogy legyen energia. A kormány dolgozik azon, hogy legyen energia, és becsüljünk meg minden olyan elektront, ami a rendszerbe be tud jönni. Teszünk azért is, hogy új erőművek létesüljenek, valamint a meglévő erőművek még tovább tudjanak működni. Miért fontos ez? Egyrészt egy energiaautonómia, energiaszuverenitás is van a kérdésben, másik pedig az, hogy nagyon dinamikusan nő a villamos energia felhasználásunknak az igénye. Ez a volumen, amit látunk előre láthatóan, már meghaladja a 2,5 gigawatt mértéket, beépített teljesítmény mértéket, amire szükség lesz a következő 5-10 évben ahhoz, hogy például a jól látható ipari energiafelhasználási igényeket ki tudjuk elégíteni. A háztartási méretű kísérőművek egy nagyon jól látható, nagymértékben szaporodó tényező a hálózatokon, több mint 100 000 kis háztartási méretű kísérőmű működik már az országban, és ezeknek a jelenléte még nagyobb mértékű lesz a jövőben. Fontos, hogy ezek a kis rendszerelemek, termelők is be tudjanak csatlakozni a hálózatba, azaz a hálózatnak meglegyen a képessége, hogy befogadhassa ezt a időjárás függő termelőt. A legmodernebb távműködtetésű berendezésekkel és okos eszközökkel ellátott új transformátorállomás 2,5 milliárd forintból valósult meg, melyből 1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást az Európai Unió és Magyarország kormánya adott a fejlesztésre. Nyilván településvezetőként és tolnaienként ez nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen beruházás van a város közigazgatási területén, de őszintén azt is el kell mondanom, hogy ez nem a mi lobby erejünknek köszönhető, hogy ez itt valósult meg, hanem annak a szakmai indokoltságnak, hogy itt a környéken lévő áramellátás biztonsága érdekében egész egyszerűen úgy a kivitelező és a tervezők, a beruházók úgy látták jónak, hogy ez itt valósuljon meg. Ami a tolnaiaknak és a környező településekben élőknek nagyon-nagyon fontos az, hogy a biztonságos energiaáramellátás folyamatosan biztosított legyen. Tehát nagyon fontos az, hogy most egyre több szó esik az energiáról, különös tekintettel itt Paks környékén a villamos energiáról. Azt valamennyien érezzük, hogy ha tél van, akkor azért, ha nyár van, akkor pedig azért van egyre több és egyre égetőbb szükség a villamos energiára. És a szakma úgy ítélte meg, hogy ahhoz, hogy ez valóban minden fogyasztó számára a jövőben biztosított legyen, ehhez ennek a beruházásnak meg kell valósulnia. Ami különösen örvendetes egyébként az itt élők számára és az önkormányzat számára is, hogy ugye egyre nagyobb a törekvés akár az Európai Unió, akár Magyarország kormánya oldaláról, hogy egyre több megújuló energiaforrást használjunk, akár a gazdasági szektor, akár a lakosság, és ennek a fogadására és az elosztására pedig megint csak szükség volt erre a létesítményre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tolnai és környékbeli gazdasági szereplők is és a lakosság szempontjából is nagyon-nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk. A mözsi állomás teljesen automatizált és távoli beavatkozással is működtethető. Mindezek mellett pedig biztosítja az időjárás függő megújuló energiaforrások hálózatba való bekapcsolását is. Az önkormányzat most már jó néhány éve, akár 10 éves távlatról is beszélek, egyre intenzívebben veszi igénybe a megújuló energiaforrásokat. Tehát a középületeken, szinte mindegyiken már napelem került elhelyezésre, és a fűtést is igyekeztünk korszerűsíteni, tehát nem tudom, hogy mennyi lenne egyébként. Nyilván az intézményeknél is a klimatizálás sokkal nagyobb, például a klimatizálás sokkal nagyobb energiafelhasználást igényel,
igyekszünk ezt megújulóval pótolni, és azt se felejtsük el, hogy egyébként az energiafogyasztás mellé, a megnövekedett energiafogyasztás mellé azért a közeljövőben egy drasztikus energia áremelkedés is lesz. Tehát ott is igyekszünk mindenhol olyan beruházásokat eszközölni, végrehajtani, folyamatosan dönteni fogunk a korszerűsítésre, hogy minél kevesebb energiát kelljen használnunk, hiszen az önkormányzat költségvetésében meghatározott összeg áll erre rendelkezésre. Nyilván ez egy felülről nyitott, de hát az volna jó, hogyha inkább másfajta beruházásokat vagy működtetési feladatokat tudnánk ellátni, nem az áramdíjra költenénk a város költségvetésében a forrást. Úgyhogy a jövőben mi szervezünk közvilágítás korszerűsítést is, és a napelemek elhelyezésére is még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni. A 8000 négyzetméteren megvalósult új transformátorállomás biztonságosabb energiaellátáshoz juttatja a közel 30 000 lakossági fogyasztót és számos ipari üzemet Tolna térségében és Szekszárd északi részén. 10 éve ez a legnagyobb, az elmúlt 10 év legnagyobb elosztóházati beruházási projekt az árult le itt Tolnamözsön, ami a EON dél-dunántúli áramhálózati ZRT-t érinti. És azért nem minden, és azért egy új folyamatnak a része, mert hogy alapvetően a magyar kormánnyal nagyjából 4-5 éve elkészült egy energiastratégia, ami a környezetvédelmet erősítés szolgálja, és ehhez nagyon sok beruházás, infrastruktúrális beruházás tartozik. Például az, hogy napelemeket tudjunk fogadni a házaton, például az, hogy mondjuk villamos autók tudjanak menni az utakon, és ezeket fel tudjuk tölteni, vagy éppen hőszivattyús megoldásokkal tudjanak a lakosok hűteni-fűteni. Ehhez nagyon szükséges az, hogy megfelelő házati infrastruktúrája rendelkezésre. Ez az alállomás, amit most itt átadtunk ünnepélyesen. Ez egy olyan projektsorozatnak az első eleme, amely gyakorlatilag ezt a célkitűzést segíti megvalósítani. És nagyjából ez az állomás 30 000 ügyfél energiaellátását, biztonságos energiaellátását szolgálja, és ezen kívül természetesen ipari és egyéb szolgáltatási cégeknek a bővítési, csatlakozási és energiaellátási igényeit is kielégíti. A térségben két alállomás van, az egyik Szekszárdon, a másik Bonyhádon. Eddig csak ezek szolgálták ki a felhasználók igényeit, az elmúlt években azonban jelentősen megnövekedett az áramfogyasztás. Olyan mértékű az új csatlakozási igény, amely szükségesítette, hogy új alállomást építsünk. Ebben az új csatlakozási igényben ipari ügyfelek is jelen vannak, és természetesen azok a napelem csatlakozási igények, amik erre a térségre is nagyon jellemzőek. Ez mind lakosságnál, tehát az a háztetőkre felszerelhető napelemekről is beszélhetünk, és azokról a nagyobb napelemparkokról is, amelyeket cégek építenek. Nagyságrendileg egy 20x milliárd forintos projektsorozatnak az első eleme, ez egy 2,2 milliárd forintos projekt, ami itt lezárult. A továbbiakban még a térségben lesz egy új alállomás, és rengeteg olyan elosztályzati fejlesztés, például közép- és kisfeszültségű házatoknak az építése, és olyan okos elemeknek, például távvezérelhető kapcsolóelemeknek a beépítése fog megtörténni, amivel az egész energiaellátást biztonságosabbá tudjuk tenni az ügyfelek részére, másrészt pedig rugalmassá tudjuk tenni, hogy éppen melyik házati elemünk mennyire terhelt, és attól függően tudjuk ezt biztosítani ezekkel az okos kapcsolókészülékekkel. A villamos energiahálózat modernizálása és kapacitás bővítése mellett a beruházás azt is lehetővé teszi, hogy az esetleges áramszünet kis időre, vagy egyáltalán ne tűnjön fel majd a fogyasztóknak.